Úgy sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tank bemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint a legújabb fiú a garázsomban, az Agulei HVK-30, ez a Tier 8-as német light, ugye ez friss tank maga a sztorban is. A mai streamemben Mikulásra kaptam, egy nagyon kedves barátomtól, moderátoromtól, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm, nagy becsben tartom, próbálok még csiszolódni a tankhoz, még keresem a helyét a játékban, a csapatban, meg egyáltalán, hogy milyen játékstílus lehet vele kihozni. Hát nagyon sok mindent kipróbáltam az éjszaka folyamán, nagyon sokféleképpen felszereltem, és elég érdekes játékmód, vagy játékstílus jött ki vele. Nos, ugye ez egy Tier 8-as light tank, tehát ez felkerülhet Tier 10-be is, és hát valljuk be őszintén, egy kicsit puhák vagyunk mi Tier 10-be, de lássuk a nyers adatokat. 70 kilométerre vagyunk képesek hasítani, ami azt mondom, hogy hát brutálisan jó. A test és torony iszonyatos gyorsan tud forogni. A test szabályosan olyan, mintha egy seridenben ülnék. Pillanatokat kicsavarodok, tehát nagyon gyorsan lehet flankelni, ráugrani az enemire, körbe táncolni. Adott 1150 HP, ami iszonyat kevés. Tier 10-ben egy jó képességű med, vagy akár egy heavy, vagy bármi, két lövésből képes hatástalanítani, és páncélzatunk semmi nincs. 25 mm-es prontot kaptunk, bárki belővi. 20 mm-es tornyot kaptunk, ezt is bárki belővi. Még csak azt sem mondhatom, hogy hát lövegpajzsal tudsz leszedni valamit, mert ezt is átlövik. Tehát én még nem tapasztaltam, hogy lehetne vele pattintani, tehát ha meglőnek, az sajnos az bemegy. Úgyhogy az a játékstílus, hogy felszerelem lightnak, és elindítom a csatába, és begurulok előre spottolni, nem jó, mivel pillanatok alatt kibírják szedni. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ilyen szupportáló tankot fogok belőle csinálni. Ez alatt azt értem, hogy például nem használok hozzá távcsövet, de mindjárt kitérünk miért. Ugye adott egy alap 410-es látótáv, 410 méter, tehát ez alap. Erre még ugye rájönnek a skillek, pótelátmány, stb. Úgyhogy mondhatom azt, hogy periszkóp vagy távcső nélkül is vígan el van magának. Úgyhogy én tettem fel egy célzás gyorsítót, pontosan azért, mert 2,1 szekes célzás időt ír, de ez nem létezik, ennél sokkal több. És az a baj, hogy nincs páncélzatunk, az, hogy kinézünk, várjunk, míg összeszűkülünk, mert csak úgy lehet pontos lövést bevinni, ha megvárod a szűkülést. De ez a 2,1-es érték, ez nem létezik. Ez sokkal több. Így célzás gyorsítót mindenféleképpen tennem kellett rá. Tettem fel ventilátort is azért, hogy ugye legénység is megkapja a pluszokat, ugyanúgy látótávra mindenre, plusz még egy menet közben is stabilizátort, hogy pontosabban tudjak lőni menet közben is. Úgyhogy nálam ez most így van felszerelve, mint mondtam, nagyon sokféleképpen kipróbáltam, de az, hogy kifejezetten aktív sportra használjam, itt nem tudom kivitelezni vele, passzívra még lehetne, azt az egyet nem próbáltam, például kapná átszahálót, periszkópot, meg mit tudom én, és beülsz a bokorba, és nem mozdulsz. Csak hát ugye ez megint pályafüggő, meg minden. Na mindegy, én egy nagyon pihepuha szupportáló tankot gyártottam belőle, és megnézzük, hogy így mit lehet vele alkotni. 0,36 a pontosságunk 100 méteren, ami azt mondom, ha össze vagyunk szűkülve, nincs gond. Itt a szűkülés volt a gond, de azt ugye kiküszöböltem. 50 darab lőszerünk van, 7,4 szek a töltésidő 100%-os legénységnél, ezt még egy kicsit lejjebb tudod vinni, pótellátmány skill, ilyesmi. 187 mm az alapátütésünk, 250 a prémium, és 102 ugye a repesz, de én repesz nem igen használok, mert az olyan, mint a lottó, hát, sőt, soha nem jön be, tehát soha nem adna annyit, amennyit kellene, mert ugye 320-as alfát ígér, aztán nálam ez mindig ilyen 10-20 sebzésbe áll meg.
Úgyhogy én maradok a jó öreg bevált módszernél, alaplőszer. Ugye 240-es alfákkal dolgozunk, ami TR10 mellé karcsú, tehát ott azért kiröhögnek egy 2000-2200-as HP-val, ott elkezdett csipegetni, de ezért mondtam, hogy ezt nem visszük be előre, hanem egy ilyen pihe-puha, hátulról szupportáló. Hiába lájt, teljesen mindegy, mondom, kipróbáltam nagyon sokféleképpen. Először nagyon rosszul ment, utána már feltonáztam 2000, aztán még átszerelgettem, utána már 3-3 is feleket tudtam sebezni, utána megint ugye megkapta ezt a jelenlegi végleges verzióját, felszerelésbe is így már azért 4000-eket ki lehetett vele pötyögni. Úgyhogy nekem így vált be, ennyi. Nos, hát a tank az körülbelül ennyi lenne. Lássuk a pályát, Karélia, esőmód, közép itt van közös bázis. Most választhatnám azt, hogy be fogok ide futni. Viszont ugye kőkemény 10-es TR. Na hát ez az igazi megmérettetés egy tanknak. Én azt mondom, főleg egy 8-asnak, hogy itt mit tud kihozni magából, de ugye ez, mondom, itt nagyon sok múlik a felszerelésen, a skilleken, tehát 20 skilles legénységből benne, tehát még csak az sem mondható, hogy hát nem láttak még csatát. 3 darab light van, ez nagyon veszélyes, ezért nem fog ide bejönni. A arti nincs, ezért fogok ide bejönni. Ide fel a dombhoz, de ezt már mutogattam például M60-nal. Nem is húzom tovább. Elinduló. Ugye itt Sanya a szakasztársam, ha igaz, így van, ő egy Stiker-ben van, egy TD-ben. Mint láthatjátok, veszett mobilisak vagyunk, tehát azért úgy kell kapkodni a fejedet, hogy nehogy itt felborulj, vagy les, vagy szétes. Tehát volt olyan csatám is, ahol egy kicsit nagyobbat huppantam, aztán ketté tört szerencsétlen tank, úgyhogy szokni kell, főleg ezt a zizgága stílusát. Nagyon tetszik különben, és hátrafel is veszett jól lehet menni, de ehhez kell a szűkülés, tehát szűkülésre kell dolgozni. Itt már is felhúztak, úgyhogy kőnek álcázom magam. Ugye nincs arti, nem tud ide belőni. Kijöttek a kepkörből, itt elkezdtem azért rezelni, hogy nem-e értem jönnek. Látszik is, hogy rászkodik a hátulja. Egyébként iszonyatosan jól néz ki a tank. A light tank. Hopp, hátulról megjön 1390-es, Jánix. Hát lőttem rá egyet, nem jött össze. Ezt a menet közben itt ezt még nagyon gyakorolni kell. Ezért is mondtam, hogy inkább ilyen support, tehát hátul, és akkor legyen időd szűkülni. Ha nagyon nagy gubanc van, akkor lesz közelharc, és akkor esetleg, bár mondom, nem erőssége ez a kapáslövés. Mint mondtam, ez a 2,1 szekkes szűküléssel, ha arra még pótellát menjt, meg ilyeneket teszek, pillanatok alatt el kellene menet közben is találni bárkit, hát ez nem. És mondom, nagyon hosszú a szűkülése is. Semmi baj, ugye beállunk pozíció, LC 90-es besunyít ide alóra, ugye őszpoton tud tartani. Itt lehet, hogy nem látszódik a visszajátszásban, de már a domb alján van a zenemi nagy többsége, úgyhogy eléggé cinkes a dolog. Ugye már is két embert elvesztettünk, benne az egyik lightot. Hát ezt is pillanatok alatt el lehetne veszíteni, ha berohansz vele. Nos, Object 430 U. Próbálom eltalálni. Még ami nekem feltűnt, hogy olyan kicsit lassacskán száll a lőszer. Tehát ezt még iszonyatosan szokni kell vele, hogy mi az a távolság, amit elé kell, hogy lőj, hogy beleszaladjon. Ez nekem ilyen fekete boldogos. Az ágyú. Tehát azért mondom, ezzel jó pár csatát le kell menni. Hát itt próbálgatom a kapáslövést is. Előttem egy kritikus, nem nagyon hatotta meg a heavyt. Rendületlenül haladt tovább. Küldtem rá még egyet, hát ha. ...13.90 időközben oda felment. Nem bírom eltalálni, tehát mondom, itt még... Na, hiába 50-100 csata az, ami azt mondom, hogy hát
az alatt ki tudott akasztani az ágyút, mindent, meg hát ugye stream után, sőt már streamben elkezdtem ugye ezt tesztelgetni, és tehát az nem jó, ha így váltogatod a tankokat, mindegyik másnak más a szűkülése, más a célzás ideje, minden, tehát a töltés ideje, és így teljesen kibírsz esni a ritmusból. FV215B ugye leesett, őt elkezdjük marcangolni. Itt nem látom, de ettől függetlenül én lövöm kitartóan, trackre még hozzá, az első görgőjét lövöm. Ott hagytam az ágyút, nem is mozdulok. Szintúgy be sikerült vinni. Úgyhogy van sok olyan lövés, ami nem mutat. Mondjuk itt a visszajátszásban azért mutathatná a sebzés, de mindegy. Mármint a menet közben itt. Nos, időközben kikászálódott. Itt már csak a tornyának a legtetejét látom, úgyhogy épp a parancsnoki kupolát, a kémlelő nyílást tudom borzolgatni. Időközben azért fogyogott a csapatunk rendesen. Persze most lehet azt mondani, hogy hát ne lájta, miért nem megy be az ember, azért mert először ismer meg a tankot. És nekem az eddigi tapasztalataim az, hogy hát ez tehát aktív sportra ez alkalmatlan, tehát passzívra be lehetne állni, de az meg nem az én játék stílusom. Tehát azt, hogy most itt be kinézek magamnak egy bokrot, előkapok egy zacskó popcornt, aztán ott üldögélek, azt nézek, mint Rozi a moziba, az nem nekem való. Viszont így, ha hatékonyan tudnám használni, hogy ugye szupportálok, akkor így marad a tank. De mondom, én kipróbáltam úgy lightként is, nem volt hatékony számomra. Progetto 65. Lőttem egy kritit. .237. Fogyogat a HP. Itt éppen majd vonulna vissza. Ez még sikerült, bement, mielőtt teljesen eltűnt a túloldalt. És itt pont érdekes, mert tornyon lőttem, de akkor ezek szerint tarkon. Nos, itt érkezik egy Object 430U. És szépen lövögetem. Mint láthatjátok, iszonyú gyorsan töltünk. Tehát az alaplőszerem mindjárt elfogyik. Ugye 50 darab lőszerük van összvisz. És pillanatok alatt ki lehet fogyni belőle, ha nem figyel az ember, tehát erre is majd oda kell figyelni, hogy hát ilyen kapáslövéseket, meg ilyeneket ne nagyon engedjek el, mert eléggé luxus, hanem csak a célzott lövésekre koncentráljak. E5, Cseftén-nek lőttem egy kritikát, átfordítom a tankot. Ugye elég rövid csövünk van, tehát jó, ki kell csavarni a tankot ahhoz, hogy lebír nézni. De ugye aki játszott rúval a TR9-es német light, annak ez nem újdonság. Te veszed, jó mobilisak vagyunk, meg tetszik ez a töltésidő. Csak mondom, itt kiszabadul egy ilyen 2200 HP, és az úgy kinevet, ha belehúz egy 230-at. Ugye ezek a deszkörök, tehát ilyen nagy elvárásaim nincsen, először meg szeretném találni a tanknak a stílusát. Most AT-t sikerült meglőnöm. Próbálom belőni, de most pont szembe van velem. Sűrűsödik a helyzet. Már is 202 az Object 430-ban, hát ez a 202 elég karcsú. 237. Már azt mondom, hogy ez már alakul. Jó, mobilisak vagyunk, lehet előre-hátra menni. Szemben valaki kóstolgat. Itt viszont úgy tűnik, hogy volt valami pattintásom is. Hát ez nem, ez kifejezetten beszaladt. Úgyhogy van hangzavar a tankban. Hát HP-nkat leadtuk. Azzal már baj nincs, de ugye ilyenkor én nem esek pánikba, nem kezdek el arénázni, hogy ne itt vége a csatának. Mint szoktam mondani, hogy mindig még egy lövés mielőtt meghalsz, vigyél be, ez lebegjen a szemed előtt, tehát nem adjuk fel, ennyi HP-val is le lehet hozni egy csatát, vagy bármi.
De a lényeg, hogy még egy lövés próbálj bevinni, akkor már jó vagy. És utána térhez nyugovóra. T-57 heavy, kritikus. Jó. Célzunk. 259, szép. Tehát erről beszéltem, hogy nem esünk pánikba, hogy na akkor itt vége, bedobjuk a törölközőt, hanem még lövünk, amit lehet. Ameddig be nem kell menni a fehér fénybe, addig nyugodtan lehet aprítani. Nagyon tetszik a mozgás, ez az előre-hátra. Bár működne úgy a kapáslövés, ahogy én elképzelem, akkor ezzel az előre-hátra mozgással meg lehetne üríteni a tankokat. De így sem rossz. Így sem rossz. Kellemes gép, de mondom azt, hogy te itt előre mész, aztán te kezdesz rohangászni, az vétek, mert azért vannak jó képességű tankok, meg játékosok, úgyhogy menet közben el tudnak barni, pattani nem pattan semmi. T-57 heavy hő, a megállíthatatlan, tehát egyszerűen nem bírom eltalálni. Mondjuk hát megeszi a prémlőszeremet oldalról, de nincs más, maradt 4 darab lőszerem, úgyhogy... És csak elvittem magammal, viszont futok vissza, húz vissza, Jeli! Nagyon szerettem volna kiszedni a Gézát. És a Progetto onnan szemből. Érdekes, hogy nincs ott felhúzva, de mindegy, onnan kikapott rendesen. De még mindig megnyerhető a csata. Ott van egy TD is éppen szedik. Keressünk egy másik képet. Nagyon jó, Leopard 1-es, úgy is imádjuk. Hú, ezzel is mentem tegnap, vagy tegnap előtt olyan csatát, hogy csak nem mentettem el. Nagyon gyönyörű. Hát körülbelül ilyen, hogy tehát azt csak kinéztem, az bárkire ránéztem, vagy ráhúztam a csövet, az már halott volt. Már 91, nem tudom hány százalékos a csöve. Nop, itt azért óvatosan, már csak ketten vannak, úgyhogy nagy valószínűséggel meg fogjuk nyerni. 3-2, az Object 430U fél lábbal a sírba van. 363 Progettóba. Ugye ők vannak rosszabb pozícióban, mert kiálltak nyílt terepre. A Progettó kapcsol inkább fedezékbe vonul, viszont a 430U az töretlenül ott akar kimaradni, és ugye túloldalt is van emberünk. Azért ezt ne felejtsük el. Ha bocs, ezt már végignézzük, tehát aztán visszatérünk a lájtocskánkra. Gyönyörű. A Leopard kivarta. Viszont ott fent a heavy-ket se értettem, tele vannak HP-val, simán rájuk esettek volna. De mindegy, így szép volt, megnyertük a csatát. Nos, akkor menjünk vissza a garázsba. Hát a garázsba nem tudunk visszamenni, mert ez külső replay-es. Úgyhogy ide majd be fogom vágni a végeredményt. De még egy pár szóban azért elbeszélgethetünk. Nos, tehát kaptunk egy TR-8-as, nagyon jó mozgékonyságú lightot, amivel lehet is kreditelni. Nincs páncélzatunk, ezért nem is visszük előre a tankot. A látótávunk megvan ahhoz, hogyha jól felszereljük a tankot, kapjunk egy jó pontos ágyút, és hatékonyan tudjunk távolról úgymond szupportálni. Úgyhogy nálam most körülbelül ez jött be, ez a felszereléssel, mint mondtam, én feltettem célzást, mert az 2,1-es az kamu, tehát ez az kellett rá, tehát egy célzásgyorsítót tettem rá, egy menet közben stabilizátort, bár ez a kapáslövés menet közben ez nem nagyon jön be, úgy tűnik, mintha a torony nem forogná, vagy nem tudná lekövetni a célt. És ugye egy ventilátort. Körülbelül ez a három a
felszerelés hozzá, mondom, adott a látótáv, így adott az ágyúnak a pontosság is, és akkor fix helyről kis mozgástérrel tudsz sebezgetni. Mint mondtam, ide be fogom vágni az eredményt. Én nagyon szépen köszönöm Sanyának ezt a Mikulás ajándékot, nagyon meghatott, és fú, hát Sanyától is amennyi mindent én már kaptam, hát azt leírni is hosszú volna, tehát az már egy külön videót érdemelne, amennyi tankot, meg mindent. Tehát nem csak hogy nekem okoz örömet, de ugye ezzel nagyon-nagyon megtámogatja magát a csatornát is, mert így például ez a tank, ez nem került volna be az én garázsomba. A másik dolog, hogy ugye akkor nem készült volna róla bemutató, és hát azért a csatorna az körülbelül erről szól, úgyhogy mindenféleképpen nem csak a magam nevébe, de itt az összes feliratkozó, meg minden jelistá nevében, meg a csatorna nevében is nagyon szépen köszönöm az egész évet. Most már így beszéltünk így, mert ugye december van, az egész éves támogatásod mindent. Ez nem csak nekem jelent sokat emberileg, hanem maga mondom a csatornának is, ez hatalmas segítség volt. Nos, és akkor ezt itt lezárom, és mint mondtam, be fogom ide vágni a végeredményt, de egy pár szóban, tehát valami 4200-at sebeztem, 1200 körüli assziszt, tehát mint mondtam, 410-es látótáv, még így is brutális, hogy nincs rajta távcső. Tehát az már 5300 körüli kombó, ugye egy killem volt, még volt egy lepattanásom is, ha jól tudom. Mindegy, a lényeg az, hogy úgy emlékszem, top. Így van, biztos, hogy hát én ne top sebzőként végeztem. A másik dolog, hogy ugye az új fiú garázsban szintúgy József medált kapott, úgyhogy lesikerült tankmesterezni is. Ez nekem még nagyobb öröm, ugye nekem ez egy mániám, hogy a tankjaim azért legyenek letankmesterezve is. Úgyhogy hát körülbelül ennyi. Hát a véleményem az, hogy nagyon szerethető gép, nagyon jó lehet vele játszani, viszont nem aktív sportra. De ez az én véleményem, ez még ez alatt a pár csata alatt, aztán majd kiderül később, mi lesz belőle. Még mondom, passzívot azt majd ki fogom próbálni, de az engem annyira nem vonz, hogy én mondom, egy bokorba üldögéljek, aztán azt várjam, hogy ezek a csapatok, amiket láttok, tehát mint a streambe is, hogy 4-5 ezreket meg sikerült 10-es tierbe is lőnöm, és a csapat meg semmi, még az 1000-es nem lövi el, vagy 1200 max. Tehát akkor én most passzívban üljek be egy bokorba ilyen csapatok mellett. És várjam azt, hogy hát 2 perc alatt meghalljon a csapat, aztán engem keressenek. Tehát, és akkor se assziszt, se spot, se sebzés, se semmi. És akkor inkább csináltam belőle egy ilyen kis roham, papír, support, medet. De ez tényleg a papírok papírja. De ez vált be, tehát innentől kezdve 3,5-től felfelé sebezgettem folyamatosan. És eddig ez tűnik a legkézenfekvőnek, meg leghatékonyabbnak. Nos, ez lett volna az Agulia HVK30 Tier 8-as német light bemutatója. Én, nekem nagyon tetszik. Nagyon meg vagyok vele elégedve, bár nem pont azt a játékstílust viszi, amit kellene, de mondom, lehet, hogy ezt külön arra adták, hogy passzív legyen. Nem tudom. De nekem így bevált, és így egy gyöngyszem lett, meg hát eleve azért, mert Sanyától mondom, Mikulásra kaptam, meg hát nem is Mikulásra, tehát nagy becsbe fogom tartani, és azért taposni fogom még rendesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mondom, az én véleményem az, hogy hát ugye nem tudom, valami 9000 goldba került, de adnak mellé 30 nap prémet is. Szerintem annyit vígan megér. Vígan megér, mert jelen pillanatban ilyen 8-as lájtok, hát nem tudom, nagyon tetszik a mobilitásra. A torony test, mondom, az brutális.
iszonyatosan lehet vele dolgozni, csak hát az, hogy kicsik az alfa sebzései, úgyhogy TR10-ben, de mint majd láthatjátok most a végeredményt, azért TR10-ben is el vannak, ahhoz képest, hogy milyen gyenge képességei vannak. Ha HP-ját nézem, ezért is nem is szabad a HP-véget se előrevinni, mondom két lövésből bekrepálna, de nagyon jól látott a 4-10-es alap. Úgyhogy messziről is lehet dolgozni. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam, sziasztok!